Sziasztok, Dolgi vagyok! Itt is lennék a Sims 4-nek a következő részével. Folytatjuk ott ugye, ahol kedden abba hagytuk. És hát azt még gyorsan el akarom mondani, hogy ezt a részt ugye egyből az előző után veszem föl, szóval nem láttam a kommenteket, tippeket, illetve azt sem, hogy szerintetek mikor kellene majd felnöveszteni a tipegőket. Úgyhogy most ebben a részben még egyelőre nincsenek meg úgymond a szabályok a 100 óra kihívásra. Illetve hát ugye azóta sincsen a weblapon erről semmi információ, ahonnan néztem ugye az eredeti szabályokat. Lényeg a lényeg, hogy meg kellene etetnünk a csecsemőket, vagy a csecsemők tipegőket, mert ugye a csecsemők eddig is voltak a játékban. Jó, hozzuk ide egyen. Most már ezt a tabletet azóta nyomogatja. Elég durva. Sugárka kicsit átöltözhetne. Meg szerintem lassan egyébként, ha jól látom, szülni is fog. Ami egy elég jó dolog lesz. Végre megint tele lesz a háztartásunk. Jaj, ne sír, kérlek. Nem szeretem, amikor a babák sírnak. Te nem vagy éhes véletlenül? Megetethetnénk azért őt is, mert tudja, hogy éhes lesz hamarosan. Krumplit lehet adni a gyereknek, megeszi a krumplit. Milyen kis morcos. Mérges. Miért mérges? Fáradt. És most jött a kaszás. Ez egy nagyon szép kis életkép. De egyáltalán nem sírnak, így tudomást se vesznek arra, hogy itt a kaszás, tehát így nagyon nem érdekli őket. Jó. Viszont nem etettük meg mi. Mit lehetne vele csinálni? Adni kellene neki valami kaját. Jó, hogy... hogy amúgy egy csomó interakciót kiadtam sugárkának, de nem csinálta meg. Leszegít a krumpliért meg. Megeszi a krumplit? Nyers krumplit meg fog enni a gyerek. Ez aztán a jó anyuka? Nyers krumplit ad a kisbabának. Biztos jót tesz a hasának. Na jó, feküdjenek le aludni szerintem. Mert elég hamar kifáradnak. Jaj, tudnak nekik? Olvasson nekik akkor sugárka valami kis történetet elalváshoz. Ó, te is feküdjél le aludni. És akkor együtt tudjátok hallgatni. Remélhetőleg nem kell külön mindegyiknek mesélni. Ő is hallgatja? Ő nem, ő csak úgy elaludt. Bár egyébként ő nagyon-nagyon fáradt lehet, hogy azért. Vagy most kivételeztünk az egyik gyerekkel, ami egyébként nagyon nem szép dolog, de lehetséges, hogy ez történt. Csókoljuk meg a kezét. Hát, már megint ide jöttél vizet inni. Mi? Tudja, hogy csak a víz miatt jössz? Mondjuk el neki egy titkot. Jaj, nem, ugye bepisilünk! Ne! Bepisiltünk a kaszás előtt! El is hagyott minket. Azt mondta, hogy ő ezt nem bírja tovább. Jó. És nagyon-nagyon boldog annak ellenére, hogy itt most bepisilt mindenki előtt. Hát érdekes. Ez a Sims egy... Ja, nem kell vécéznie. Az most már mindegy. Fürödjön le. Talán az majd segít. Nagyon-nagyon koszos szegény. Jó, a tinik hogy vannak? Fáradtak, de most még nekik nem kell suliba menni, ugye? Ja. Van nekik szorgalmiuk amúgy? Hogy itt hagytak mindent. Jaj, nagyon sírnak. Sára miatt. Jó. Ez meg csak úgy átjött hozzánk, Shingo. Takamaki. Tiki-taka. Na jó. Fáradt is. Majd utána, hogyha megkaját, akkor feküdjön le aludni. Hát most nem szeretnék, ne haragudj, barátkozni, Regina. Meg amúgy is ismerjük egymást, tudod, testvérek vagyunk, nem csak szomszédok. Fura egyébként, hogy átjönnek, hogy hello, a szomszéd, jó lenne egy kicsit megismerni egymást. Az amúgy megvan, hogy testvérek vagyunk? Vagy nem tudom, tehát hogy így körülbelül így indítanék, hogyha így átjönne a testvérem, aki a szomszédom lenne egyből, hogy
hogy ismerjük meg egymást. Tehát az már rég nagy probléma, hogyha csak szomszédként tekint ránk. Jó. Szépen eladogatjuk a poharakat, szépen lassan. Sajnos ennek a pénzkukának mindig kell egy kis idő, amíg zöld lesz. Csak akkor lehet újra behúzni dolgokat. Jó, most a fiúk alszanak? Vagy mi baba... Ja, azt hittem, hogy baba könyvet olvas. Mondom, az kemény. Leült olvasni valami kis kedves történetet. Jó, aludjál, illetve te is aludjál. You got a promotion. Miben léptették elő? Nem is dolgozik. Vagy a sulira gondolt vajon? Ez kikkel beszélgetne? Vagy kit hívnak? Nem is értem, hogy most egyébként kit hívtak föl. Most Szabolcsot hívják. Khaled, hogy menjenek el kajálni a Cseszlámába. Jó, mindenki hajnalok hajnal reggel 6-kor telefonál. Ez nem normális. Nem. Ez meg itt fekvőtámaszozik. Átjött fekvőtámaszozni, miközben mindenki alszik. Hát ezt a csávot nem lehet lerázni. Kulcsot adtunk meg, vagy? Miért van egyáltalán itt? Nem értem. Menjél haza. Nem veszed észre, hogy úgy amúgy senki nem kíváncsi rád? Vagy mi van? Jézusom, ez a játék. Most már lassan csak hazamegy, nem? Vagy most átjött hozzánk tévézni, mert otthon neki nincsen, vagy nem értem. Jó, egyen valamit. Van kajánk amúgy, vagy csak torta? Hát, torta is jó lesz. Bár attól valószínűleg el fogunk hízni nagyon-nagyon csúnyán a kívás végére, de... Ha az van kész, akkor most az van kész. Emiatt most nem fogok újat főzni neki. És lefekszik aludni! Hát de nem hívtalak át ember, hallod? Hát ő már azt hisz, hogy itt összeházasodtunk, vagy nem tudom. Ja, itt egy tányér. Természetesen már hol máshol lenne, hanem ott. Valószínűleg akkor így a ház minden pontján lesznek ilyen random tányérok. Biztos ide is föl... Oh, tudtam, hogy ott is lesz valami kis ajándék, egy kis pohár. Mindenki csak úgy bejárkál hozzánk? Nem hiszem, hogy ez normális, hogy csak úgy bejárkálnak hozzánk az emberek. Jó. Oké. Okay. Hát... most igazából akkor egyedül Szabolcs van fönt. Őt jó lenne rendbe hozni, úgyhogy majd amikor suliba megy, akkor minden maximumon legyen neki. És... ja, egye meg a torta maradékot. Nagyon okos vagy, köszönöm szépen Szabolcs, hogy te magadat is sikeresen ellátod. Mondjuk játszania is kellene, mert... Vagy tévét néznie? Nézem tévét. Nagyon rossz a hangulat a szegénynek. Remélhetőleg ez tetszeni fog nekem, itt most kiadtam filmet. Mondjuk annyira nem jó az adás. Ez valami horrorfilm, vagy mi ez? Vagy valami nagyon modern művészeti film lehet. Jó, hát... szerintem kellőképpen kiszórakozta magát. Legalábbis remélem. Jó, és akkor feküdjön le aludni. Neked mi a problémád? Neked enned kellene? Jaj. Bocsánat, nem akartam így rád rontani. Egyen akkor ilyet. Ezt még úgyse láttuk. Ez milyen minőségű? Ha már ilyen drága volt a mikro? Remélem jó? Normál. Hát jó. Oké. Okay. Mi? Ne, nehogy összetörd! Ne, please, ne! Hát de boldog vagy! Ajj, ez a nő! Most szépen meg is javítod! Hát milyen anyuka az ilyen? Sugárka! Ez a játék, ez a játék. Jó, csináljuk akkor a mi reggelit. Azt hiszem, hogy lesz legjobb. Grilled cheese, party size! Neki mi a baj? Nagyon-nagyon éhes. Hagyjál lenni a gyerekednek.
Jó, adjunk neki enni. Give food. Akkor most ezt egyelőre hanyagold. Adjál neki enni. De miért nem ad neki enni? Szegény mindjárt ilyen hal. Ne szórakozz. Most adott neki enni? Jó, oké. Mit teszik? Chipset! Sugárka egy nagyon-nagyon modern anyuka. Fogalmazunk így. Remélhetőleg a chipszel jól lakik a gyerek, és közben egyébként be is kakkantott, úgyhogy azt is le kéne cserélnünk. Toddler care change diaper. Jó. Remélhetőleg akkor ez is meg lesz. Hajnali 3-kor a gyereknek chipset adunk természetesen. Vedd ki onnan! Kiveszi a székből? Remélem. Jó, és akkor cseréld ki a pelust. Fú, azt mondja, fú! Meg is kell fürdetni, ahogy látom. Most fölkapja, megfürdeti? Remélem. De miért nem viszed el odáig a gyereket? Miért hagyod, hogy... Jó, mindegy. Igazad van, sokkal jobb, hogyha odáig elszenved. Legalább 2 óráig tart egy fürdetés, nem csak egy. Na? Rávesszük ma még magunkat arra a fürdésre? Hogy élvezi a pancsizást egyébként? Na, nem tetszik egyébként Sugárkának, hogy tiszta víz lett. De a gyereknek tetszik. A fürdés legalább. Legalább az. Megvolt. Ó, ő meg magától ráült a kis Billyre. Tök jó. Ő is egyébként elkezdhetné tanulni. Mi az, hogy requires potty skill level 2? Magától nem tudja használni. Jó, hogy segítenek neki. Jó, nekem az is jó. Mi baj van a srácoknak? Közben Sugárka elkezdett valamit itt készíteni, valami kaját. Mi lesz belőle? Valószínűleg semmi. Jó, akkor grilled cheese és party size, please. Ó, és tönkre ment a hűtőnk is természetesen. Javítsuk meg. Csak nem fogunk belehalni, legalábbis nagyon-nagyon remélem. Nem fogja megrázni az áram, mert egyébként nem valami biztonságos ott az a víz volt. Jó, a fiúk mindjárt elmennek suliba. De miért sírsz? Jaj, nem, most szomorúan fog elmenni suliba? Hát ennek nagyon nem örülök. Ezt meg jó lenne folytatni bármi is volt, BLT. Jó. Regina, cirkusz. Azt mondjuk megnézhetnénk. Jó, nézzük meg a cirkuszt. Remélhetőleg át fog öltözni úgy. Nem így fog elindulni. Tamás elindult suliba. Szabolcsnak is el kéne mennie. Jó, majd bent a suliba kajátok. Biztos van ott is valami büfé vagy ilyesmi. Aj ne, most komolyan a gyerek miatt késik a suliból. Jó, study hard. Meg te is study hard, és akkor... Jaj, igen, a skilljeiket is fejleszgetni kell, mert nem lesznek csak úgy ötösök. De már egyből 4-esként kezdik a középsulit. Eddig 3-asként kezdték, nem? C jeggyel. Jó, menjünk el megint mosdóba, mert megint bepisil az, mert tényleg nagyon gáz lesz. Most ő miért sír? Ó, mert rosszul használta Billit. És ez most így nagyon-nagyon kiborította. Jó, menj a WC-re! Rosszul leszek, ha bepisílsz. Őt is ki kéne szedni abból a székből. Pick up. Jó. Oké, na, jó, közben egyébként kiszedte itt a önkéntes pasink. És akkor talán vele el kéne foglalni. A gyerekeket is, meg Sugárkát is. Az mi odahányt?
Az mi? Erről lemaradtam. Remélem nem hányás. Jó. Egymással nem tudnak játszani ezek a gyerekek. Disable toddler ad, nem. Játszana a Blink Block Babyvel. Az lenne igazából most a fontos, hogy a járásuk jó legyen. Legalábbis megtanuljanak rendesen járkálni. Jön közbe? Jó, oké. Remek, ide totyogtál. Tényleg totyogók vagytok. Szó szerint. Neki meg... Ezekből nem tudnak. Book help, toddler books. Jó. Hogy mindegyikből van. Akkor nem leszünk. Lookbook. És akkor honnan tudjuk, hogy melyikből mit tanul. Na mindegy. Majd meglátjuk. Valamit egyébként most nagyon-nagyon tanul ő is. Csak mit? Vajon? Sugárka mit csinál? Ja, még mindig tévézik. Szerintem ennyi már elég lesz. És akkor akár taníthatnánk őket. Ja, beszélni. Tanítsuk őket beszélni. Nem, nem akarok most menni. Nem is mentünk el a cirkuszba, pedig arra mentem, hogy menjünk el a cirkuszba. Hát mi van most akkor a cirkusszal? Ó, ott közben el is tölt a csap, észre se vettem. Jó, ezt most kicseréljük, mert csak 80 szimoleon. A hűtő egy kicsit drágább mulatság lett volna. Oké. Most lustaságból inkább veszünk egy újat. Ennyi volt? Lehet esetleg még valamire tanítani. Oj, most mind a kettő nagyon mérges már megint. Miért? Ilyes. Meg fáradt valószínűleg, igen, azért, mert fáradt. Jó, akkor feküdj le aludni. Te pedig ilyes vagy csak, ha minden igaz. Give food, egyen most műzlit. Jó lesz az. Jó, a srácok közben hazaértek a suliból. És csak a skill leveljeiket kellene fejleszgetni. Az viszont elég jó. Jó, nála a videógaminget fogjuk. Nála pedig meg valami művészetet, mit szóltok hozzá, legyen mondjuk a festés. Úristen, micsoda rumli van itt. Google is very hungry. Nem etettük meg? Hát most eszik. Jó, ja, mindegy. Ezt nem lehet kidobni? De kidobjuk. Bármi is az, kidobjuk. Ez a kis lámpás, micsoda, hogy ez ilyen izé, baba. Baba üveg. Na, az szép lett. Jó megváltozott. Szegény bekakilt. Na, nem akarod esetleg kicserélni? A pelenkáját? Ott sír melletted egy gyerek! Na, most kéri meg. Oh, szuper. Vagy nem cseréli ki? Jó, nem cseréli ki. Remek. Jó, akkor mit cseréljük ki? Jó lenne, ha megtanulnák egyébként használni a bilit. Toddler care, change diaper. Jó. És minek kell jaj, a higiéniája is nagyon-nagyon lent van. Jó, akkor először menjünk el WC-zni. Sugárkával, és akkor, ha ez megvolt, akkor megfürdetjük Ubult. Oké. És... nem cégbász kell nekünk, hanem givebász és Ubult. Jó, oké. Közben Szabolcs elérte a kettes videogaming skillt. Igazából szerintem holnap már, amikor hazajönnek a suliba, akkor már el is lehet őket költöztetni. Azért az elég király. Te befejezted ezt a festményt? Akkor el is adhatnánk. Most neki hányas szinten van a festés? Level 1-es. Ez nem túl sok. Jó, feküdj le aludni. Ő még bírja. Ő még nyomja a számítógépet.
Jó, sugárk, megint lefeküdt aludni. Most nem fürdette meg a gyereked? De mind a kettőnek a higiéniája maximum van, akkor mi a baj? Viszont őnek nagyon kellene vécéznie, úgyhogy tök jó lenne, hogy ha esetleg mondjuk megtanulna. Jó, menjél, tanítsd meg kérlek neki. Ki volt? Ki volt, akinek nagyon kellett vécéznie? A kis UFO babánk, aha. Jó, akkor először is szedjük ki innen. Check toddler. Please, wake up, keltsük föl és akkor vigyük el. Toddler care, és... Jajjaj, vegyük ki először is innen. No choices. Hogy tudom innen kivenni? Let out, oké. Okay. Jó, és akkor most poti tréneljük. Jó. Remélhetően még nem kakilt be. Jó. Na, tanuljál meg használni Billit. Hajrá! Jó, már egyes skillja van a poti skillben. Hát egyelőre még semmit nem csinált, tehát hogy én nem igazából látom azt, hogy történt volna valami. Viktornak mi a baja? Hát most ember, arra várok, hogy befejezze. Ah, ez milyen hang volt, azt a mindenit. Az kemény. És milyen elégedett. Remek vagy, aludjál. És meg ott rázza a kis fenekét is. Jó. És flörtölős hangulatba lett ettől. Jó, oké. Te is feküdj le, kérlek aludni. Vagy most mi a baja? Jó, hogy ő is itt van. Persze, mert hol máshol lenne, nem ezekben a hülye székekben, amikből nem lehet őket csak emberrel kiszedni. Mi van akkor, ha nem veszek ilyen székeket? Na most tényleg, akkor is tud... Jaj, ne! Jó. Csak a széket adjuk el. Nem az egész szobát. Jó. Remélhetőleg így is tudnak enni. Aludja. Mindegyik fáradt. Oké. Okay. Mi van a tinikkel? Mi van a tinikkel? Neki meg lehet végül a 3-as videogaming? Nem. Jó. Kicseréljük. Most nem érdekel. Nincs idő. Használt ki a WC-t. Jó. Higiéniája is a béka feneke alatt van, úgyhogy fürödjön is le. Aztán még egyen is valamit. És ha mindennel megvolt, akkor végre szegény elmehet aludni. Jó, edd meg a chipsent szalszát, és akkor utána lefeküdhetsz aludni. Ő meg, ó, neki is egyébként a higiéniája mindene lent van. Fel is keltem szerintem. Nem megy el? Na, azért. Meg igazából ezt be is fejezhetnénk, ezt a salátát. Ha már elkezdtük... Ó, Sára itt van, és most mérges? Miért mérges? Na mindegy. Sugárka viszont mikor fog szülni? Lassan itt lenne. Ez is elromlott. Mikor fog szülni? Hát most már nagyon régóta nagy a hasa. Ó, hogy mindent megszállsz, és aztán elrontasz? Hát ilyen nem létezik. Csődbe megy az egész izé. Egész család. Most legalább takarítani jött. Ugye ez nem romlott? Jó, nem. Jó, igazából neki a hangulata nagyon rossz, úgyhogy... nézhetne is igazából. Valami játékot, amivel levezeti a feszültséget.
Jó, hát annyira nagyon rossz állapotban nem fognak suliba indulni. Remélhetőleg addigra nem fáradnak el nagyon. De most, hogy itt mindent tönkretesz, akkor el fogom adni az urnáját, mert ez így nagyon nem oké, hogy ide jön, és akkor tönkreteszi. Azt is tönkretette! Hát, Sára, ne haragudj, de ha nem is adom el, az biztos, hogy berakjuk az inventoriba. Ő még mit mászkál itt pucéron? Ez a csávó ide költözött hozzánk, vagy mi van? Én ezt nem értem. Jó, javítsuk meg. Lassan szülnie kellene egyébként. Sugárkának. Jó, szerintem ennyi elég volt a videójátékokból. És akkor menjen festeni még. Hát ha elérjük. Most ő miért imberözd? Ja, hogy a csáva, aki messzenen ő járkált, az így megzavarta a nyugalmát. Az mondjuk én megértem, nem is értem, miért mászkál itt ez a csávó. Miért van egyáltalán itt? Nem lehet hazaküldeni? Nem. De nem is kértem meg, hogy... Jó, go away, menj innen. Már kezdesz egy kicsit zavarni, hallod? Az egész családot itt terrorizálod. Jó, egy kicsit összevesztünk vele, de ez van. Na, a WC is elromlott. Sára, húzzál haza, tényleg mindent tönkre teszel. Ez nem rendes sület, hát most... Ennyire rosszul szerintem nem bántam veled az évek alatt. Nem hiszem el, hogy így kell viselkednie, hogy mindent tönkre tesz. És akkor használd a WC-t, jó? És bepisílt. Oh. Ha 3 másodperccel hamarabb megevítja a WC-t, akkor nem pisil be. Köszönjük, Sims. Jó, ezt is befejezhetnénk. Hanyadik ilyen garden szeledet csinálják amúgy? Miért nem ilyen nagy adagot készítenek, és akkor nem kéne mondjuk 8-at elkészíteni egy nap. Jó, ezt most kicseréljük. És most már nagyon-nagyon el kellene kezdenünk könyveket írni, mert nagyon vészesen fogy a tartalékunk. Jó, a Tirinknek meg suliba kéne menniük. De még mindig nem fogják őket úgymond előléptetni. Mert ugye nem tudtuk a skilleket fejleszgetni. Mennyi kellene nekik még egyébként? Video gaming, neki a paintinget kezdtük el fejleszteni. Jó, neki majdnem, hogy meg is lenne amúgy. Hagyjuk csak el, hát ha még a suli előtt meg lesz neki. Vagy lehet, hogy azt kéne, hogy addig itthon maradnak, ameddig ezeket fel nem fejlesztjük, és akkor úgy küldjük el őket suliba. Ja, de nem írtak leckét, mi? Hűha. Ez nem feltétlenül szerencsés. Hát esetleg... Jó, őt elküldjük. Mennyi csak. Most ne fejezd be, kérlek, indulj el a suliba. Jó. Tamás akkor elindult. És akkor study hard. Ja, nem. Nem hagyja ott a sulit, hanem csak tanuljon keményen. Jó, és te meg gyorsan fejlesz föl magadat mondjuk 3-as szintre, és akkor utána te is bemehetnél a suliba. Szerintem még simán összehozható a dolog. Ez milyen egyébként, hogy otthon marad videójátékokkal játszani azért, hogy utána a suliban jó jegyeket hozzon haza. Sims. Logic. Jó. Még annyit nem romlott a tanulmány eredménye. Mindjárt meg lesz. Jó. Jó, elég volt. Mehetsz. Mehetsz suliba. Mondom, mehetsz suliba. Go to high school. Jó, oké. Na hát reméljük, hogy ha hazajönnek, akkor meg lesz az 5-ös jegy. Még ezt megvárom, hogy meg lesz-e nekik, vagy sem. Ó, és közben meg Sugárka
Itt mindjárt szül. Jó, te is egyik krumplit. Aha, csak nagyon-nagyon keveset tölt vissza a krumpli, az a baj. Szóval ez sem feltétlenül egy jó megoldás. Ki kell tapasztalni, hogy mi a legjobb módszer arra, hogy ne ragadjanak bent a székben és rendesen kajáljanak is. Jajajajaj, közben itt egy csomó félkész kaja, te jó ég, micsoda káosz lett itt. Megjelentek a tippegők és egy őrült nagy káosz lett az egész játékból. Jó, várjuk meg még ezt a szülést. Meg azt, hogy a fiúk hazaérjenek, és akkor azt szerintem ott fogom lezárni ezt a részt. Jó, a fiúk hazaértek, és... csak az egyik lett ötös tanuló. Méghozzá Tamás. Pont aki itthon maradt játszani. Vagy nem, nem ő? Ja nem. Ő az, aki festett, hamarabb indult elsőbe. Jó, hát ez van. Még azt még gyorsan tényleg megvárom, amíg Sugárka megszüli a gyerekeket, mert nem akarom úgy lezárni a részt, hogy aztán amikor legközelebb leülök játszani, akkor csak csodálkozok, hogy hogy születhetett baba. Jó, és akkor Viktor volt az utolsó. Fúha! Igazából már csak Z betűs nevet, illetve Z betűset lehetne adni, ugye? Jó, hát meglátjuk. Juhú! Jó, fiú lett. Akkor legyen Zalán. Egy baba lett csak. Egy babánk lett csak. Na jó, viszont akkor itt is lenne vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet, Doggy voltam, sziasztok!